Megint csak benépesült ez a jól bevált kis szeglet. Most a hét színvirág csoport középsősein volt a sor, hogy köszöntsék az őszt mondókáikkal, verseikkel. A csoportnak ez volt az első megmérettetése, még sosem állt a közönség előtt. Kicsit meg is voltak illetődve, ám produkciójuk így is sikert aratott. Ősz elején, szeptember elején, ahogy elkezdődött az óvoda, az őszre koncentráltunk, mindig az évszakokat helyezzük előtérbe az óvodai programunknak megfelelően, és mivel tudtuk, hogy mi leszünk a sorosak az őszi óvodai galéria megnyitónknak a műsoradásában, ezért kifejezetten arra koncentráltunk, hogy a tavalyi mondókákat, verseket, énekeket fölelevenítsük, és ezeket kiegészítsük újakkal, illetve az ábrázolás tevékenységekben is jobban koncentráltunk erre az évszakra, és hát a többi csoport munkáiból is válogattunk ide a kiállításra. Vendége is volt a galéria nyitónak, aki egy mesét is hozott magával a gyerekeknek. Az én számomra az, hogy újra ilyen kicsi gyerekek között lehetek, és nagyon, tehát ez a műsor, ez nekem nagyon tetszett, és szívhez szóló volt, és meglepő, hogy mennyit tudnak ezek a kicsik, mert én ezt már elfelejtettem, hogy ilyen kicsi ember is mennyi mindent megtanulhat, és milyen egy élmény nézni őket, ahogy szívből előadják. A vendégművész útra való gondolatokkal is szolgált a legkisebbeknek. Hogy figyeljék a világot, figyeljék a növényeket, figyeljék az állatokat, nagyon sokat járjanak az erdőbe, ne szemeteljenek, mert akkor az erdő szomorú, és ezt próbálják meg rajzba, mesébe visszaadni, és kérjék meg a szüleiket, a testvéreiket, hogy meséljenek nekik, és ők is meséljenek, és kérjék meg a szülőket, hogy üljenek le, és hallgassák meg azt, amikor ők mesélnek. Mesélésre, verselésre nem is kellett buzdítani a hét színvirágos apróságokat. Íme egy örök kedvenc két talpra esett kislánytól. Szegények,